Nézd minket! Fontos önnek, hogy pontos, hiteles és kiegyensúlyozott híreket kapjon? Akkor kérjük, segítsen nekünk! Ajánlja fel adója 1%-át az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért Alapítványnak. A Start Plus elején visszaugrunk az időben 50 évet, 1974 tavaszától indítsuk ezt a beszélgetést, amikor a Magyar Televízió megrendezte az első nemzetközi karmester versenyét, amit az akkor 34 éves japán Kobayashi Kenichiro nyert meg, és hát onnantól kezdve gyakorlatilag töretlen a jó kapcsolata a MÁV szimfonikus zenekarral, amely akkor is kísérte, és egy mostani nagyszabású koncertturnén is együtt fognak fellépni, és a MÁV szimfonikus zenekar igaz fogunk erről a kapcsolatról és a turnéről beszélgetni. Ledvai György a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És ráadásul, ha jól olvastuk, akkor a 74-es karmester versenyen akkor is és most is volt olyan, aki részt vett a hangverseny a Kobayashi Kenichiron túl, egy nagybőgő művész, aki már akkor is és most is részt vett. Így van, 1974-ben ugye három fordulós volt ez a verseny. Az első fordulóban talán 40 karmester került be, szóval elég sokan, és a MÁV zenekar volt az, amelyik közreműködött, és ekkor Fodor András nagybőgő művészünk már ott játszott a zenekarban, és most már nem játszik, mert nyugdíjazása után ő lett a kotatárosunk, a könyvtárosunk, és a mai napig velünk dolgozik. 65 évvel ezelőtt lépett be a MÁV szimfonikus zenekarhoz, el lehet képzelni, hogy ez milyen hatalmas idő. Még nem éltem, amikor ő már ott húzta. És ugye őtőle tudom, hogy milyen élmény volt igazából akkor ott a zenekarnak, mert a 40 karmester közül nem mindenki volt Toszka néni, és ugyanazt a darabot kellett mindenkinek elvezényelni, ugye, hogy kiszelektálják, hogy ki az, aki tovább tud jutni. És hát ha nem tudom én, 15-20 után már kókadozott a zenekar jobbra-balra, és azt mondja Bandi, hogy amikor a Kobayashi mester, akkor még nem is hívtak mesternek, ez a fiatal ember, sűrű fekete hajjal, mint a japánok, ilyen frizurával, felugrott a pódiumra, felcsapta a kezét, szétnézett a zenekarról, és abban a pillanatban a zenekarrá vált a zenekar, és mindenki a tudásának a legjobbát adta, egy szó nélkül. Ő ugye nagyon sok, nagyon nagy hangsúlyt fektet mindig arra, hogy néhány szót mondjon magyarul, szóval igyekszik, amit tud, azt magyarul kommunikálni, de egyébként mindent megmutat a kezeivel. A laikusok sokszor nem tudják, hogy mi a szerepe egy karmesternek, meg aki hozzáért valamelyest, az is azt gondolja, hogy hát van a partitúra, abban minden le van írva, hogy kinek mi a feladata, a tempók, a dinamika. Ha röviden el lehet magyarázni egy ilyen műsorban, hogy mekkora mozgástere van egy-egy karmesternek, és ennek fényében mitől kiemelkedő például Kobayashi mester? Hát én azt mondom, hogy azt mondta, hogy a partitúrában minden le van írva, a partitúrában meg alig van valami leírva. Tehát a dinamika le van írva, tehát mondjuk az, hogy forte, az annyit jelent, hogy erősen. De hogy mennyire erősen, az nincs leírva. Ugye talán az emberekhez és a nézőkhöz közelebb áll a színház. Ugye ott nagyjából ugyanaz a szerepe, mint a rendezőnek. Ugye, tehát az, hogy lenni vagy nem lenni, azt rengeteg féleképpen el lehet mondani. És egy bizonyos zenei részletnek a megvalósításánál is annyi apró részlet van. Koordinálni kell ugye 80 embernek a munkáját, az, hogy azok milyen arányba játszanak egymáshoz. Szóval igazából mondhatom azt, hogy talán 90%-ban mindenki ugyanazt csinálja, vagy 95%-ban, de pont az az 5% teszi a különbséget a között, hogy valaki egy nagyon nagy mester, vagy csak egy közepes karmester. No, és ezt most láthatják két koncerten, május 24-én, 25-én Budapesten is, a Zeneakadémián és az Erkelben az itthoni közönségből a rajongók, és lesz egy elég hosszú 3 hetes, 14 helyszínből álló japán turné sorozat is. Változik-e a repertoára a magyar, illetve a japán helyszíneken? Annyiban változik, hogy játsszuk ugyanezt a programot is, mint itt Budapesten, de a 14 koncerten másokat is játszunk. Tehát sokkal változatosabb program lesz, más szólistával, más karmesterrel is játszunk Japánban, a koncerteknek a nagy részét Kobayashi mesterrel, és fantasztikus, hogy milyen koncerttermek vannak Japánban, ugye hihetetlen jó akusztikával, és az, hogy a komoly zenének milyen nagy
az ázsiója ott, úgyhogy nekem, amikor arról beszélünk, hogy ez a műfajnak mi lesz a jövője, ki fogja nézni, mondjuk az ázsiai országok azok mindig hitet adnak, mert ott hihetetlen módon növekszik. És itthon mi a helyzet ebből a szempontból? Itthon meg kell dolgozni a közönségét. A legnagyobb problémát nekünk az okozza, hogy a közoktatásban visszaszorult az énekoktatás, és hát most a zenekarok, előadóművészeti együttesek próbálnak valamiféle szerepet játszani ebben, de én úgy gondolom, hogy a heti egy-két énekórát az semmi nem pótolja. Egyébként a közönség, a Covid ugye az mindent egy kicsit megváltoztatott, de a Covid óta eltelt időszakban azt mondhatom, hogy visszajött a közönség, kell dolgozni azért, hogy jöjjenek, de nem panaszkodunk, mi mindig telt ház előtt játszunk. Következő évadról mit lehet tudni? Következő évadban lesz egy speciális sorozatunk. Takács Nagy Gábor, aki sokáig volt művészeti vezetője az együttesünknek, most is állandó vendégkarmestere, a Deutsche Grammophon egy külön albumban felvette vele a Beethoven összes szimfóniáját, és ennek tiszteletére, hogy ez az album megjelent, a jövő évadban mi is eljátsszuk vele a Beethoven 9 szimfóniát, és egyébként pedig folytatjuk a szokásos koncertsorozatainkat a Zeneakadémián, művészetek palotájában, a Nemzeti Múzeumban, Olasz Intézetben és a helyszíneinken, ahol általában is játszunk. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre. Nagyon szépen köszönöm én is.